nyilván úgy megyünk erre a túrára is, hogy 6 ponttal szeretnénk hazajönni. Biztos vagyok benne, hogy úgy is fogunk játszani, csapat mindent meg fog tenni, és remélem, hogy a 6-ból minél több pontot el tudunk hozni. I think we had a good start of the season. For this weekend, I think we could win both games in regular, but we were some kind of unlucky that we got those late goals, but we battled out and won in overtime or penalty shot. Jól kezdtük a hétvégét, Klagenfurt meccsnek örültünk nagyon, hogy tudtunk 2 pontot szerezni. Úgy gondolom, hogy az Innsbruckban benne maradt még 1 pont. Ott annyira nem vettük fel a tempót a második, harmadik, harmadik, de picit beragadtunk az öltözőbe, ott meg is kaptuk a fejmosást egy picit. Hát személy szerint nekem jól esett nagyon, remélem, hogy ez így fog folytatódni, és így fog folytatódni, akkor biztos nem lesz gond a szezonban. It's amazing, amazing crowd. They're our extra player, so as long as the ring is full, I think we have a home advantage. We try to focus on not big topics, but details more. The way we play defensively, and also on our penalty killing unit, we have to sharpen up that category a little bit. And of course, everybody wants to see goals, so we've been practicing goal scoring as well. Dorbin az egyik legmesszebb van, ezért egy nappal előbb elmegyünk. Az kint van, ugye Tirolban a hegyek közt, úgyhogy picit fura, de én szeretek ott játszani. Kevesebben is vannak mind itthon, meg egy picivel sötétebb, mint a mi csarnokunk, tehát nehezebben látni ugye a korongot, a játék mozgását, de úgy gondolom, az a nem lesz probléma. When you take a look at the standing, it says all they have played, I don't know how many games they have played, but they're number one, so they're off with a good start, and I don't think we're exactly the favorites on Friday, so how about if we played solid away game and we try to surprise that team.